Üdvözlünk a napfényes Floridában! Vagyok el. Sziasztok! Jó reggelt innen a Magic Kingdomből! Hogyha még nem ismertek minket, akkor én Andis vagyok, ő pedig Viktor, mi vagyunk a hátizsákkal a föld körül. És hogyha még nem iratkoztatok fel a csatornánkra, akkor nagyon örülnénk neki, hogyha feliratkoznátok, így nem daladtok le majd a következő vlogjainkról. Több mint 200-an vagyunk, fantasztikusak vagytok, épp ezért meginvitálunk benneteket egy játékra. Orlandóból hoztunk ajándékokat, amelyeket egy nézőnknek szeretnénk odaadni. A cél az 500 feliratkozó. Nem kell más tennetek, mint feliratkozni a csatornánkra, kitölteni a leírásban lévő linken található kérdévet, és ugyanerre buzdítani barátaitokat, ismerőseiteket. Akár szuper karácsonyi ajándék is lehet a nyeremény. Minél előbb leszünk 500-an, annál előbb sorsolunk a feliratkozott hátizsákozók közül. Miket is tartalmaz az ajándékcsomag? Egy Universal Orlando pint, egy tökös kis párnát, egy Harry Potter fém kulcstartót, egy menő Mickey-s irat és bankkártyatartót, egy amerikai színvilágú minifület, egy 9¾ vágány kulcstartót, egy cuki Mickey plüst, egy 50-es évfordulós Disney pint, egy Mickey-s bögrét és egy Orlandós brossúra csomagot, amik egy utazás megtervezéséhez is jól jöhetnek. Játékra fel is sok sikert, most pedig vissza a blokkhoz! Kéthetes nyaralásunkon vagyunk Orlandóban, Walt Disney World Universal Studios. Hogyha még nem láttátok az előző napi vlogokat, akkor megnézhetitek a lejátszási listában, ma pedig a Magic Kingdombe jöttünk. The most magical kingdom in the world. Olyan, mintha Párizsban lennénk, csak az más. De reggel, ahogy belétünk a parkba, rögtön egy tudott eszünkbe. Hú, ott van a kastély, a Main Street USA végén. Mesebeli ez a kastély, főleg ezekben a színekben, ahogy az 50-es évfordulóra felújították. Á, eszméletlen szép. Nos, a mai program. A ma Magic Kingdom úgymond nem teljes értékű nap, mert ma van Mickey's Nutcracker Scary Halloween Party, ami azt jelenti, hogy a park este 6-kor bezár, és 7-től van a party. Na most ez azt jelenti, hogy nem lesz Disney Enchantment sem. Jó nehéz kimondani. Ami nagyon sok embernek az igazi lezárása a napnak, köztük nekünk is egyébként, hogy látjuk az esti fény és tűzijátéksót, de az a tapasztalat, hogy ezeneken a napokon, amikor Halloween party van, sokkal kevesebb ember jön a Magic Kingdombe, pont emiatt, mert hogy nincsen esti tűzijáték. Ennek pedig az a következménye, hogy rövidebbek a várakozási idők. Szóval mi ezt szeretnénk ma kihasználni, egyrészt megnézzük, hogy igaz-e, kettő pedig szeretnénk kihasználni. Úgyhogy ezért jöttünk ma a Magic Kingdombe. Pro tip. Nézzétek már körülbelül 2 héttel az utazásotok előtt a várakozási időket, hogy alakulnak a különböző parkokban, és akkor abban le tudtok vonni egy következtetést, hogy milyen hétközben, milyen hétvégén, esetleg, hogyha van Mickey's Not So Scary Halloween Party, vagy esetleg a Merry Merry Christmas Party, akkor azokon a napokon, hogy alakul mondjuk a Magic Kingdomben a várakozási idő, aztán eldöntitek, hogy pont azokon a napokon jöttök, vagy pont azokon a napokon nem jöttök ide a parkba. Ma igazán robdropolni fogunk, még sosem sikerült konkrétan a kötélnél állni a Magic Kingdomben, amikor
Hope Dropra jöttünk, úgyhogy még 5 perc és nyitják a lendeket. Pro tip, a Magic Kingdom nagyon népszerű park, úgyhogy Hope Dropoljatok, ezzel rengeteg időt megsporolhattok a várakozásból. Egyébként tudjátok, a Disney Hotelben vagy más olyan hotelben szálltok meg, ami early entry-t biztosít számotokra, akkor 30 perccel hivatalos nyitás előtt bejöhettek már a parkba, és mutatják a jelzők, hogy merre kell mennetek ahhoz, hogy early entry-n be tudjatok menni az attrakciókhoz. Viktor Pixáros pólót vett fel ma. André segeresed. Ott a kötél, már leszették. Itt kell állnunk ezen a vonalon. És utána mehetünk be. Hú, nem áll mögöttünk kb. Senki. Mindenki a Welcome Show-nál állott a kastély előtt. Nagyon durva. Remélem, hogy ez is azt mutatja, hogy már tényleg kevesebben lesznek. Hú, a Welcome Show vége. És most már mehetünk is be a parkba egyből. Annyira jó, még egy lélek nincs előttünk. Mármint, hogy az early park entry-sek, ők ott elő azt a... Van, akik igazán komolyan veszik ezt, és már gyors futásban mennek előre. Tessék, jó áron lét bejönni Magic Kingdomben. Első attrakciónk a Seven Drops Mine Train, és a standby az 40 perc. Az igazság, hogy mi még ezen az attrakción standby sorban nem voltunk, mert 2019-ben még fastpassoztunk márciusban, meg ezen az úton is vettünk rá Individual Lightning Lane. Ha szeretnétek megtudni, hogy mi is az Individual Lightning Lane, meg a Genie Plus, akkor nézzétek meg a Disney Genie 101 videónkat. Pár percben összefoglaltuk nektek ezeket a fontos tudnivalókat. Szóval ez a queue, ami most végigmegyünk, ez teljesen új még számunkra is. Állítólag nagyon sok drága kő van ott, amit megszerezhetünk az icipici törpéktől. Persze, törpikat. Ajattuk nekem drágaságokat. Mindent. Itt vannak Viktor drága kövei. Játszol velük? Na, no, az hazaviszed az összeset, mindent? Igazi kisgyerek vagy, mint mindannyian itt a Magic Kingdomben. Kijön a víz. Jó volt, gyerekek, nekem is lehet. A Q-ban általában van legalább egy, de inkább több víz automata, hogy nehogy szomjan halljatok abban a 1-2 órás sorban. Hatalmas hordók, tele vannak drága kövekkel. Hú, és a mennyezetre vetítik a fényeket, de menő. Aha, nem csak a fényeket, hanem a figurákat is, de jó. Off we go! Off we go! Gyerünk! Hát vannak a törpékek, meg a banya! Na, akkor figyeljetek! 8 óra 18 perc, és már lejöttünk a ride-ról. 8 órakor nyitott a park, akkor kezdődött a rope drop. Mi akkor indultunk ide az attrakcióhoz. 40 perces várakozási időt írt ki, és a ride-dal együtt, ami kb. 2-2 és fél perc lehet, azzal együtt 8 óra 18-kor már lejöttünk, szóval rope drop for president. Pro tip, rope dropoljatok a Magic Kingdomben is. Itt van egy hatalmas fa, ott egy mézes, nem, az egy mékas. Mézes. Mézes kas. Ugye meglátogatjuk Mici Mackót és barátait. Mici Mackó, Mici Mackó. Nyuszi, meg a kert. Itt vannak a kerti növényei. Kicsi nyuszinak. Mennyire jó már. Körögdinnye. Fú, de jó. Erre az attrakcióra 2019-re sikerült csak felülnünk, márciusban nem. Mert ugye általában ilyen 70 perces várakozási idő van egy icipici Mici Mackó ride-ra, szóval, hogy űrlet. Hú, mennyi méhecske.
Itt van Mici Mackó, viszi el a Luffy. Ez egy bokon, itt a mézes csuprunk, amiben most bele is ülünk. Mici Mackó, szia! Aj, ott van Mici Mackó a Luffyval. Szegény, felragadtál a fára, Mici Mackó? Hova megyünk most? Ott van Kanga, meg Zsebi Baba. Szia, tigris! Szia! Jaj, de boldog tigris, hát ott ugrál nekünk. Na hát, leterítetted Mici Mackót. Szegény Mici Mackó, nagyon fél a viharban, és várja a sok mézet. Ó, rosszat álmodik Mici Mackó, mert nem bevett semmi mézet vacsorára. Ó, és itt vannak a muclik és futlik! Ú, de rémisztő, te jó Isten! Ott a hatalmas elefántfejű bucli. Júj, te is nagyon gonosznak tűnsz. Neki meg milyen csúnya szemei vannak? Hogy pislog már itt ránk? Beázott Mici Mackó, szegény. Ott beázott Mici Mackó. Szia Bagoly! Szia Tigris, szia Malacka! Szegény Mici Mackó meg oda beszorul. Hurray! De jó, megmentettek mindent, és Mici Mackó nagyon boldog, mert sok-sok mézet lupitolhat. Minden jó, ha vége jó. Robert, Ida és Mici Mackó. Mennyire volt cukja Mici Mackó? Nagyon aranyos volt. Jó volt. Nem tudjuk elégszer mondani nektek, hogy a Disney mosdók valami fantasztikusan szépek. A témájukat tekintve annyira jól vannak dekorálva, és most itt vagyunk a Tangled mosdóknál, ahol a lampionok is vannak. És konkrétan úgy képzeljétek el egyébként, hogy a férfi mosdóban van egy tükör, nem tükör. Van egy készárító, és mellette van egy ilyen vasedény, mi az? Megint elfelejtettem, vasserpenyő, amit Tangled is használt ugye az aranyhajban. Hát annyira fantasztikus, annyira tökéletesen vannak, annyira apró részleteiben ki van dolgozva minden, annyira jó, imádom. Fantasyland legjobb attrakciója, Viktor kedvence. It's a small world! Most van! It's a small world! Jaj, ez az attrakció, ez őrlet, ez egy megosztó attrakció. Szóval vagy imádod, vagy utálod. Ez gyönyörű, ezt nem szabad utálni. Rossz ember, aki ezt utálja. Nem utálhatjátok. Ez megtiltom. Kedvenc attrakciója. Ez az a ride, aminek nincs története, csak megyünk körbe-körbe, és mindenféle nemzetek gyerekei éneklik ugyanazt a dalt újra és újra és újra, és újra és újra és újra és újra és újra és újra. Úgy hívják, hogy Rainy Day Attraction. Azért hozta létre volt, hogy ha esik az eső, akkor is legyen mit csinálni. És azóta is mindenki nagyon imádja. Főleg én. Szép volt, beleégett az agyamba. Itt van szemben az It's a Small World-el a Peter Pan's Flight. És most csak 35 percet ír várakozás időnek, ami nagyon jó, ez is 70 perc körül szokott lenni, úgyhogy menjünk. Wow. Na ez is egy olyan attrakció, ahol még nem ültünk, soha. Soha nem ültünk még ezen. Wow, eszméletlen jó ez a queue itt a Big Ben, egész London látképe. Csingiling itt a gyerekek szobájában. Kicsit sötét van, tudom, de annyira jó látni az egészet. Annyira szeretném megmutatni. Júj, de jó, Viktor csilingel. Magic! Csingiling meg. Ott csilingel nekünk. Azt az eget. Hát ez igazán mesés. Here we go! Ott hintik a varázsport, hogy tudjunk repülni. Ez a szépséges hajó a miénk. Wow, thank you! Milyen volt a Pán Péter? Teljesen más, mint Párizsban, és lehet, hogy tényleg igazad van, és nem ültünk még rajta. Egyébként, figyelem, 8 óra 55-kor álltunk be a sorba, a 35 perces sorba, és a ride-ra 9 óra 4-kor már lejöttünk. Tehát ez...
Rob drop, pro tip, rob dropolni a Magic Kingdomben, nagyon megéri. És a videó végén elmondjuk, hogy azért ilyen rövideken még reggelis a várakozási idők, mert ma este parti van. Viktor, elmondja nektek. Szerintem nem emiatt van. Hanem mi miatt van? Szerintem azért van, mert tegnap esett az eső, az emberek eláztak, megfáztak otthon, köhögnek, tüsszögnek, akik pedig ügyesek voltak és leültek Disney Springsben a Deluxe Burgerbe vacsorázni. Azok jöttek ide korán. Oké. Okay. Következő attrakció, Haunted Mansion 13 perc. És hogy lehet 13 perc a várakozási idő, ami nagyon szokatlan, hogy ötösére szokták felfedé kerekíteni. Hát spooky, a 13-as szám az olyan... Szerencsétlen. Szerencsétlen, és ez a Haunted Mansion, értitek? Szóval amikor 5 perc a várakozási idő, amikor leesik nagyon, akkor átérjek 13-ra a Haunted Mansion-nél. Imádom, imádom, imádom. Haunted Mansion. Itt várnak minket a szellemek. Hát kiszabadítsuk őket, de nem vagyunk, nem fogjuk. Napal valahogy nem olyan rémisztők ezek a sírkövek. De este. Este sem azok. Annyira jó ez a Haunted Mansion. Mysterious Manoir. Az padiban. Sétálunk a kedvenc landünkön, itt Frontierlanden. Aj, annyira jó hangulata van ennek a rengeteg épületnek. Menjünk itt oldalta a kis sétányon. Hú, de jó. Ott a Liberty Bell, a hajó, ami körbe megy itt a Tom Sawyer Island körül. Ott a Liberty Bell. Olyan szép itt a kilátás. Pro tip, használjátok ezt a kis sétányt itt a víz mellett, ugyanis ezt sokkal kevesebben veszik igénybe, mintha ott kint a főúton közlekednénk. Sokkal jobb itt. És egyébként megállhattok egy kicsit körbenézni. Ez az a sétány, ami egészen a Big Thunder Mountainig visz. Gyönyörű innen a kilátás. Ne lepődjetek meg ilyen tábla láttán, ugye aligátorok mindenhol találhatók Floridában, különösen itt a környéken, illetve hát kígyókat is lehet találni. Attól, mert itt ennyi ember mozog minden nap, nekik még ez a saját élőhelyük, úgyhogy előfordulhat egyébként, hogy találkoztok velük, de azért szeretném megnyugtatni mindenkit, hogy a Disney nagyon sokat tesz azért, hogy ezeknek az állatoknak az élőhelye megmaradjon, és elköltöztetik őket innen a forgalmasabb helyekre, olyan helyre, ahol sokkal nagyobb biztonságban vannak, úgyhogy nagyon ritka az a pillanat, amikor találkozhatok itt velük, de vigyázni érdemes. És ha tutajozni lenne kedvetek, akkor arra is van itt lehetőségetek, ugyanis át lehet menni szembe oda a Tom Sawyer Islandre. Ha egy kicsit a gyerekekkel szeretnétek megpihenni, árnyékba elvonulni, akkor tökéletes hely a Tom Sawyer Island. Úristen, nem hiszek a szemeimnek. Nem. 10 perc a Big Thunder Mountain Railroad. Remélem, mi nem járunk így a Csillével. Csillá. Utolsó sort kértünk, 15-ös sor, a legjobb. Wildest ride in the wilderness! Annyira szeretjük ezt az attrakciót, olyan jó. Big Thunder Mountain, kész! Pipa! Pipa! Második Mountain, Splash Mountain, 15 perc. Van, aki előre első kabátot vesz fel, hogy vérekezzen a nagy zutyjelen. Mert hogy fog jönni az a nagy csobbanás. És a vízesés, ahol Viktor olyan szép vizes lett a minap. Olyan jó volt. Most én leszek olyan szép vizes. De jó leszünk, mert meleg van. Meleg, nagyon meleg van amúgy. Jaj, de vizes. Mert most előre vizes minden. How do you do? Oh my gosh! Most tudom, víz vagyok, pedig még el sok eszület. Sziasztok emberek ott lent, hello! Mindjárt megyünk mi is. Ó,
ott vannak a keselyük bent. Megyünk fel, megyünk fel! Csuromvizesek lettünk! Imádom! Annyira jó ez a ride! Splash Mountain! Kettő, letudva! Pipa! Ez a Splash Mountain! Splash Mountain! Nagyon jó volt! Nagyon-nagyon jó volt. Kicsit több mint két órája vagyunk a parkban, de már annyi ride-on ültünk, hogy muszáj pici pihenőt tartanunk. Egy insta poszt és 3 perc pihenő után rohanunk a Pirates-ra! Mert hogy a Pirates az csak... Jó, ha 5 perc! 5 perc! Pirates of the Caribbean, 5 perc. Hú, de jó hűvös van ide bent! Megyünk le a katakombákokba. De jó a kalózok élete. Igen. Jó, hűvös van neki. Hűvös van lenne a deresben. Lövöldöznek itt a mindenféle népek. Szentét. Aukció van. Strike your feathers, dearie. Show them your flock. Ég az egész város. Hú, de durva. Oh yeah, mateys. Yo ho, yo ho. Carlos Victor. Victorio Colosio. Ezio. Ezio. Come on, Ezio. It's. Ott van, oda kell lőni. Na, pirátes milyen volt? Nagyon szupika! Nagyon jó volt. Szeretem. Annak ellenére, hogy a várakozási idők viszonylag alacsonyak. Egy átlagos Magic Kingdom naphoz képest elég sokan vannak. Nem reggeliztünk, hogy már picit éhesek vagyunk, és ennénk valami snacket. Úgyhogy snack time! Adventureland egyik legjobb helye a Sunshine Tree Terrace, ahol Dolvipet lehet kapni. És már Viktor meg is rendelte a mobilorderre, hogy ne kelljen kiálljuk a sort. Itt a mobilorder pick-upnál várjuk, hogy elkészüljön. Ó, már kész is van, tehát ezt frissen készítik, amikor ide érünk. Wow! Thank you very much, bye! Ez narancsos, puha fagyi, soft serve, és apple cider van benne, elvéletileg sparkling, és a tetején ott látszik, hogy ilyen iridescent cukorszórást kaptunk rá. Ez csak az 50-es évforduló keretein belül kapható, most itt a Sunshine Tree Terrace-nál, de mindig vannak ilyen különleges ajánlatok. Hú, ez gyorsan kell lenni, mert bugyog. Bugyog. Bugyog, bugyog ki belőle. Hú, de finom, nagyon narancsos, nagyon, ilyen igazi narancs íze van, nagyon-nagyon-nagyon narancsos apple ciderre. Jó párosítás, tök finom. Egészségetekre. Egészségetekre. Másik snack a Spring Roll, amit nagyon régóta ki szeretnénk próbálni. Ez itt található Adventureland bejáratánál, egy kis eldugott pici food cart. Folyamatosan nagyon hosszú során, sorba. Nagyon várod már a Spring Roll. Igen, már nagyon éhes vagyok. Nagyon jól néznek ki ezek a kis tekercsek, tavaszi tekercsek. Kétféle Springról kapható most. 50-es, ünneplős és cheeseburger. Tudtuk úgy kérni, hogy egyik ilyen másik olyan Springról legyen. Annyira szuper, 50-es évfordulós papírban van. Magic Kingdom rajta, és kaptunk mézes mustáros szószt. Ez valamilyen másik szószt, amit nem tudjuk, hogy milyen. Ennek az árát elmondom, 9,50-be kerül. De csak azért, mert állítólag ez a legdrágább snack, vagy legalábbis árérték arányban ez a legrosszabb snack, ami kapható a Magic Kingdomben. Viszont annyira híres, és annyira mindenki szereti, hogy muszáj megkóstoljuk. Ne felejtsetek el kezet feltöltleníteni minden étkezés előtt. Attól, mert maszk nélkül rohangál mindenki 80 ezer ember között, attól még bármit elkaphatunk. Leginkább a Covidot. Igen, erre jól beleköhögök. Na ennyi! Egyébként teljesen egészségesek vagyunk, miért még bárki is aggódna értünk, úgyhogy teljesen jól vagyunk, és márciusban, amikor itt voltunk, akkor se kaptuk el a Covidot, nem tudjuk, hogy hogy egyébként, mert hogy azt gondoltuk, hogy ennyi ember között ez ilyen pitty-putty terjed, de... Amire viszont azért készüljetek fel, hogy nagyon hűtenek mindent, ki meg nagyon meleg van, úgyhogy egy laza megfázás biztos, hogy össze fogsz szedni. Mert nem vagyunk hozzászokva ezekhez a körülményekhez. Na,
Együnk. Spring roll. Spring roll. Meg tudod-e mondani, hogy ez melyik? Ez a pasztrám is lesz szerintem. Az 50-es. Igen, hússal töltött. Az lesz az. Nem. Ő pedig a cheeseburger. Igazi cheeseburgeres? Olyan finom, mint a, van olyan finom, mint a cheeseburger pada. Pontosan ugyanaz a töltelék van benne. Hú, de jó. Akkor megértem el, hogy ez a cheeseburgeres a kedvence mindenkinek, de jó. I don't like neki. Isteni volt ez a spring roll, nagyon ízlett nekem is, nagyon-nagyon finom volt hozzá az a másik szósz. Ó, nagyon jó. Drága, de finom. Nagyon drága. Pro tip, vegyetek többféle snacket, és osszátok meg, és közösen egyétek meg, mert egyébként tök jól lehet velük lakni, úgyhogy fél float, fél dolvi float, fél spring roll, tökéletesen elég ezzel, most nagyon jól áll vagyunk egy ideig. Szupi. Ma olyan ideális időjárásunk van, nagyon nem? Nagyon kellemes. Fú, egy kicsit borús, lehet, hogy így nem olyan szép a videó, elnézést kérünk érte, nem olyan jók a fények, de mi nagyon élvezzük, hogy nincs tűző napsütés, van egy kis szellő, szárít minket, szárító szellő. Szárító szellő. Az automosóban. Szárító kendő. Na, Mountain Challenge, hármas Mountain. Space Mountain. Tomorrow and here we come. Pár napja, amikor itt voltunk, akkor nem jöttünk el Tomorrowlandre. És most annyira örülök neki, hogy akkor meghagytuk a parknak ezt a részét egy másik napra, mert akkora élmény volt most ide bejönni először, és olyan, annyira jó, és olyan más hangulata van, mint a park többi részének. Space Mountain ebben az óriási csészehajban van, ami félig látszódik. Space Mountain Starport. Ez egy olyan attrakció szintén, ami még soha nem ültünk. Soha nem ültünk még rajta. Igen. Nem volt igazából priorizálva sem. Meg csirkék vagyunk. Nagyon csirkék vagyunk, de most úgy döntöttünk, hogy fel kell ülnünk rá, nincs mese, és csak 10 perc volt a várakozás, mert amúgy ilyen 70 perc körül szokott lenni. Felülünk egy rakétára, és így fogunk szögdelni a világűr különböző pontjai között. Kicsit félünk. Most pisiltem, de már megint tudnék. Jegett a rakétánk. Viktor, mögöttem fog utazni. Indulunk! Ah, szia Viktor! Na milyen volt? Kapaszkodtál rendesen? Az életemért kávé. Ez majdnem teljesen sötét, mintha csillagok lennének körbe, azok vannak vetítve. Ugye hát nyilván az űrbe utazunk. És megy föl, le, jobbra, balra, megáll, nem tudom, hatalmasat dob, és így tovább, szóval őrletesen rázós, de amúgy nagyon jó, ki van párnázva amúgy körbe a szék, ahol ülsz a rakétádban, úgyhogy egyébként egyáltalán nem kényelmetlen, de azért mondjuk én legtöbbször csukva tartottam a szemem, mert inkább nem akartam tudni, hogy milyen magasan vagyok ebben a hatalmas kupolában. Én nem mertem becsukni a szemem, mert az úgy rosszabb. Igen, neked rosszabb úgy. Sok rosszabb. Space Mountain. Kész. Pipa. És ezzel a... Mountain Challenge is nagy pipa. Pipa. Hú! Ünneplésként ígyunk egy Joffrey's kávét. The Joffrey's Revive Station itt. Tomorrowland életmentő dolog. Joffrey's Ice Caramel Latte 50-es pohárba. Egészségünkre, apci! Hú, ez a legjobb. Isten, ide jól esik. De jól néz! Milyen élmény? Nagyon jó! Nagyon jó, nagyon szar, még mondjuk! Azt az ege. Úristen, és milyen illat van. Pro tip, mindig legyen nálatok esernyő, vagy esőponcsó, vagy inkább mindkettő. Ide gyerekkel beszabadulni, azért ez nagyon durva lehet.